Márson Mihály vagyok, a népművészet mestere. Én készítem a tekerőt. Ezt jó előre szárított száraz anyagból szoktam készíteni, mert a hangszernek egy ilyen különös titka az, hogy minél szárazabb anyagból készül, annál jobb a hangja. Összeragasztom, utána legyalulom, majd fűrésszel, ketté fűrészelem. Így alá szoktam támasztani, hogy fűrészés közben le ne csúszom. Így elkezdem fűrészelni, lehetőleg a vonalon. Kicsit nehéz, de nincsenek hozzá még gépeim. Szétfűrészem, utána van egy kialakított mintalap, ezt úgy alakítottam ki többször, megrajzoltam, meg összehajtottam, hogy egy kellemes formát kapjak, és ezt meg is hagytam végleg, ezt a mintát. Körülrajzolom ceruzával, így közben nyomom a kezem, hogy el ne csúszson. Ez lesz a tekerőnek az alsó lapja. Utána beszorítom, fogom a kis keskeny fűrészt, lehetőleg a vonalon körülvágom, óvatosan, nehogy berepedjen, mert hát 6-7 mm vastag, előfordul, hogyha jobban megnyom a fűrészt, akkor vagy szakíja a szélit, vagy megreped. Most vannak egyes helyek, ahol a fűrész mégis nem ment el olyan pontosan, mint ahogy a vonal van. Ezt meg ilyen borotvából készült kis faragó késsel utána igazítom. Itt ott kerül egy kis fűrészeltolódás. Most leszorítom egy ilyen deszkalapra, egy saját készítő kis ilyen éles karcoló szerszámmal ilyen csíkot húzok, kettőt, 3 mm távolságú csík lesz, ennek a közepe kijön, ezt úgy nevezzük, hogy nút. Ebbe a nútba illeszkedik majd bele a tekerő oldal. Egy ilyen árszerű kis késsel a két csík közötti részt kifaragom. Persze ez nem egyenletes, nem egészen pontos. Utána van egy ilyen kis karmoló szerkezet, mikor így a nagyját kiveszem, ami még maradt ilyen kis hullámos részek, azt ezzel a karmolóval egyenletesen kikarmolom, hogy a fenék a beillesztéskor mindenütt egyformán passzoljon. Lebontom. Most elkészítem az oszlopokat, 5 oszlop szükséges hozzá, ez szintén jó száraz fából ajánlatos készíteni, hogy utána semmiféle apadása ne legyen neki. Nagyjából kifaragom, utána beszorítom, kis gyalúval meggyalulgatom. Öt oszlop kell. Kettő-kettő oldalról, 4 vékonyabb, és a hátsó részre, a végére, amit a tengely fúrat megy, az jóval erősebb, mint az oldaloszlopok.
Ezt is körülgyalulom. Utána ebbe is nútot gyalulok, ilyen nútgyalúval. Fogom a mintát, kirajzolom a hosszaságát, két ilyen minta van, a hátsó két oszlop az kicsivel magasabb, mint a fejrész felül álló oszlopok. Ezeken majd most csapot vágok, mert nem csak úgy simán van ráragasztva az alsó lapra az oszlop, hanem csapot kell készíteni, hogy ez hosszú távon, ha elengedi is az enyvezés, ne hulljon szét. Körülfűrészelem, és a középen megmarad a kis csap. Most ezt a kis részt már nem fűrészelem, ezt már kis késsel könnyen le lehet hasítani. Következik a végső oszlop. Ez annyival különbözik az oldaloszloptól, hogy ezen két csap lesz, mert ez tartsa a legnagyobb erőt, ebbe forog a tengely, és a hajtókarnál fogva hajtsuk a tekerőt szinte rántó erővel, jó tartása legyen. Most odaillesztem a lábat, már az oszlopot, a kör szerinti sugárnak megfelelően állítva, hogy a fenék nút és az oszlop nútjai azonosak legyenek. Mert így együtt a fenék nútba és az oszlop nútba megy az oldal rész, és ezeknek passzolni kell. Kivésem a lukakat ezen a kis fatönkön, ez véggel áll fölfelé, ez a fatönk, mert így jó húz rajta a véső, és nem szakítja ki az anyagot. Megtörtént a vésés, beleillesztem az oszlopokat. Előbb csak így szárazon, hogy ellenőrzöm, hogy jó állnak-e, párhuzamosan vannak-e a núttal, de ezt utána még egyszer kiszedem, jó beenyvezem, félreteszem, megszárad. Most következik a fejrész. Ez a fej résznek az oldallapja. Szintén jó száraz gyümölcsfa. Ez jelenleg diófából van. Beszorítom a vonalon, kisfűrésszel körülvágom. Ebből kell két darab, egyik a bal oldalra, másik a jobb oldalra. Utána összeillesztem ez a két oldalrész. Ezek kicsit konuszosak, amint látjuk is a képen. Ez a felső rész, abban vannak a húrkulcsok. Ez az alsó rész, onnan ki szoktam venni egy bizonyos részt, azért, hogy könnyebb legyen a fejrész. Esztergálom a húrkulcsnak a lábait. Ez ki lesz húrva, ebbe bele lesz dugva a húrvége is. Ezzel hangoljuk a húrt. Egy négy darab. Ki van esztergál most a húrkulcsnak a gombjait, esztergálom, spogácsaszerű idomok, ki vannak húrva. Utána ezt a lábakat leszabom, pontosan, hogy a lyukfenekéig ne érjenek, nehogy kívül elakadjon. Beleillesztem, persze ezt szintén be kell enyvezni, mert különben elfordulnak.
Utána szoktam ráfaragni ilyen virágmintát is. Ezt a mélyedéseket vagy búza kék színű festékkel, temperával befestem, vagy pedig aranyporral. Beleillesztem. Alsó rész idáig készen van. És következik az oldalhajlítás. Ez szintén gyümölcsfa, körtefa vagy diófa. Legalább fél napig áztatni kell, jól megázzon, annál könnyebben hajlik, minél jobban meg van ázva. Ezen a tüzes kályán meghajlítom, rajta tartom addig, míg jól kiszárad, és még meg nem merevedik. Kicsit meleg, vigyázni kell a kézre, hogy meg ne égesse. És leszabom a hosszaságát. Utána megnézem, hogy elfér, beleillesztem. Az a középső, jobb oldali rész. Az a baloldali hátsó rész. Pontosan illeszkedik el minden nútba, úgy a fenék nútba, mint az oszlop nútjaiba. Ezt így előre szárazon belerakom. Azért, hogyha valahol még esetleg igazítani kellene rajta, könnyen ki tudjam venni. Így megvan, mint a 6 darab. Ezt utána be kell enyvezni. Akkor megszárad, akkor azt a fölösleges részt egyenletesen a oszlopok tetejéig legyalulom. Utána csinálom a kereket. Ez vadköltefából készül, ennek másfa nem kell jó, mert a gyantát ez fogja arányosan, és nem csúsztat. Különben, ha csúsztat, akkor kiadja a ritmusból. Az a gerendák, abban a csapágy van, ez pedig a dallamú tartsa a másik csapágy, a kis guriga pedig az ütköző. Arra azért van szükség, hogy így előre-hátra a kerék ne mozogjon. Be van gerendázva, a közepén is van egy ilyen tartó gerende, mert tető csak 3-4 mm vastag, és az könnyen behorpadna ilyen véletlen nyomástól. Most készítem a dallamházat, ezt előre kirajzolom, ezt a kis lyukacskákat, utána óvatosan kivésem, főleg ott kell nagyon vigyázni, hogy közel vannak egymáshoz, mert a fa könnyen átszakad. Össze van állítva a dallamház, majd előkészítem a billentyűket, szintén körtefa vagy diófa, jó száraz legyen, ne apadjon meg. Kétfajta billentyű van, az alsó sor kicsit vastagabb, mint a felső sor. Az alsó sorból kül 13, a felsőből pedig 9 darab. Ezeket a billentyűket alulról meg szoktam számozni azért, hogy könnyen a helyre tudjam tenni, mert hát különben sem menne a helyre, ha csak megtéveszteném is, mert a gombja nem engedi a helyre. Kivésem a keréknek a helyet, a lyukat, hogy ez pontosan ráilleszkedjen a kerékre úgy, hogy körülbelül mellett egy másfél milliméter érag legyen, hogy a kerék könnyen férjen, ne hogy súrlódás legyen. És ráillesztem két kis szöggel, ott a fejnél is hátul ideiglenesen megrögzítem, utána megfordítom, ceruzával körülrajzolom, kicsit nagyobbra, mint ami majd végleg kell, hogy enyvedésnél ez egy kicsit elcsúszás történne, és még akkor bőven futja, hogy a pontos szél mennyiséget meg tudjam hagyni. Hát is nagyjából kis fűrésszel körülvágom, de egyes helyeken, ahol már így szálában van a fa, nem ajánlatos fűrésszel vágni, mert könnyen belereped. Utána ráillesztem, beenyvezem és ráragasztom. Most a hajtógombot esztergálom. Ezt lehet körtefából, lehetne bükkfából, de legjobb neki és legszebb a körtefa. Szép arányos, egyenletes, nem eres, síma.
Most egy ilyen 5 mm-es vaslemezből ilyen Z alakot kifűrészöltem, és ezt meghajlítom. Télen, mikor KH-val fűtöm a műhelyt, akkor beleteszem, hogy könnyebben hajul, megpirosítom, de nyáron azért nem gyújtok be, mert meghajlik így is. Utána azt a csücskös részt lekerekítem, leköszörülöm, kifúrom, menetet vágok bele, és beleillesztem a hajtógombot. Most következik a billentyűzés, van a kotta nyelvek beillesztése. Kifúrás után beleillesztem a kotta nyelveket. Ezt nem kell ragasztani, nem is szabad, mert kis hang eltéréseket ilyen kis félrefordítással helyre lehet hozni. Most ez a tető, ez a bőgőláb, ez a kis spanológomb, és következik a középső húrláb, a dallamhúrláb, recsegőállvány a kis recsegőfával, és a recsegőig. Ez pedig a kerékvédő. És következik a pácolás, festés. Ezt két színű padlópácból szoktam összevegyíteni, és így ilyen barna-sárga színt kap. Ez hamar szárad, pár óra múlva megszárad, pláne a napos idő van, és akkor utána szoktam rá ilyen mintákat, virágot festeni, például a tulipánt, eztet tempera festékkel díszítem, pirosra, sárgára, virágot, a levelet pedig zöldre. Most a húrozás következik. Kimondottan csak bélhúrok alkalmasak a tekerőre, fémhúrt nem is érdemes rátenni, mert az nem jó szó. Két dallamhúr megy rá, egy basszushúr és egy recsegőhúr. Ilyen a kéztekerő. Régen a tekerőt klarinéttal használtuk, de ezek a klarinétosok már kiöregedtek, és jelenleg én vagyok Tisza Alpáron a Citera zenekar vezetője, én összetettem a tekerőt a citerával. Így él nálunk a tekerő tovább.